A 27 az jó. A 27 az jó. És lekaparom mondjuk ezt. Tesó, a 27. Dr. Vittorio Alessi, mit mondott egészen idáig? A TTBK egy sportfogadási tippeket szolgáltató oldal, de azért ennél sokkal többről szól. És mivel nagyon sokat segített már nekem ez az oldal, úgy döntöttem, hogy itt az ideje bemutatni egy videónkban. A TTBK-nál profi tipszerek dolgoznak, nem is kevés, éppen azért, hogy lefedjék az egész sportvilágot. Tehát nem csak BL meccsekre vagy Grand Slam tenisztornákra lehet fogadni, hanem az alpesi sítől, az e-sportig, a kerékpártól, a krikettig minden egyes sporteseményre van szakértő sportfogadó, aki minden háttérinformációval rendelkezik és segít megtalálni egy-egy sporteseménynél a nyerő tippeket. Noha széles a paletta, azért vannak kiemelt sportkategóriák, mint a foci vagy a tenisz, ahol azért jóval több a sportesemény, nagyobb a választék. Amikor pár hónappal ezelőtt rátaláltam a honlapra, akkor voltak két helyeim, de az oldalnak van egy bemutató csoport része, ahová naponta kerülnek ki ingyenes elemzések. Aki kicsit is kételkedik, ahogy én tettem, annak elég követnie az ingyenes tippeket, elolvasni egy-egy tipp indoklását, és pikpak rájön, hogy itt egy komoly csapat dolgozik, komoly szakértelemmel, ezért befizettem egy 2 hetes tagságra, gondoltam próba cseresznye. Szerencsére nem bántam meg a vásárlást, hiszen azóta is tagja vagyok mind a kanál, mind a foci csoportnak. Ami még nagyon sokat számított nekem, hogy nagyon pontosan van vezetve a statisztika, és ez minden előfizető számára elérhető. Akár egy évvel ezelőttre vissza tudod keresni, hogy ki, mikor, milyen sportágban mire tippelt, annak mi lett az eredménye, és a többi, és a többi. A Tippmix tanácsadó baráti körnek van Facebook oldala, amit örülnék, ha lájkolnátok, hiszen ott jelzik, ha éppen kikerül egy új ingyenes elemzés az oldalra, illetve örülnék neki, ha ellátogatnátok a főoldalra, amit megtalálhattok a leírásban. Mehetek fel, nézzetek körbe a tippek elemzések menüpontban, és hamar meggyőződhettek a honlap hitelességéről. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan keressétek a TTBK ügyfélszolgálatát, írjatok nekik Facebookon, rövid időn belül készségesen válaszolnak mindenre. Megemlíteném még, hogy éppen most hirdettek egy csatlakozási akciót, így ha valamikor, akkor most tényleg érdemes csatlakozni. Nagyon remélem, hogy jó párokat meggyőztem az előfizetésről, és a jövőben együtt törülhetünk a nyertes tippeknek. Sziasztok srácok, ez itt újra a Koleszkru, és ugye, hogy nem is kellett olyan sokat várni a következő videóig, úgyhogy folytassuk tovább a Mindenből kérek sorsaját szériát. Egyelőre induljunk a videónak, rugaszkodjunk neki, négy sorsaját, amíg a Superbankó, a Hoppán 20, Hoppán 50 és a Lottóláz az én kedvencem, úgyhogy szerintem ezt hagyom a végére. Ezeket ide félre rakom. És itt egy forint, nem. Ez az egy forintos, ez most nem fog kelni. Nézzünk egy új érmét. Legyen egy 200-as. Jó, srácok? Legyen. Én vagyok most a srácok megtestesítője. És akkor úgy fogunk... Válasz. Az lesz a játékmenet, hogy Hoppá 20. Ha nyerek a hoppával, akkor az 50-es hoppára megyek, ha nem, akkor a Superbankóra. Na, úgyhogy komoly kis túra út van kialakítva. Kaparjunk is bele. Szép összegek vannak itt, ahogy ezt megszokhattuk a szerencsejáték ZRT-t. De elég nem kapartam be a hoppámokat. Bizonyám. Na nézzük. Köszönöm. Szerintem a nyerő számok közül most... Kis csili-vili-el is fejtettem, milyen király. Lekaparok egyet. 40-es. És kettét. 17-es. És szerintem úgy lesz, hogy lehúzok egy sort, és utána még egyet. Nem is fogok annyit beszélni. Inkább a kezem járjon, ugye? Nem mindegy. Súr utasára. Ha nézel a videót, írom a kommentben, hogy vagy. Jó. Mindenki, hogy vagytok, srácok? Nem. Lehúzok még egy csíkot. Te ne gondoljatok rosszra. Én nem olyan gyerek vagyok. 35-ös. 33-as, 24-as, és a 30-as, de jöjjön, egy eci-peci kime, heci, te vagy az a, 21, nincs 21, nem látok 21-et. Majd egyszer összevetünk, szóval mit csinálok róla, egy diss-trackot? Mit csinált? Diss-track. Az mi? Amikor leégetlek egy számban, szívlak benne. Ja, jó. És akkor te lesz az, hogy dragozol. Jól van, oksi. Csak mondom, hogy készen. Na. Pár év múlva, akkor keresen néznek minket. Így hívjuk magunkra felfigyelni. Egyet, meg még egyet. Ezt én már... A 224-esed van, tesa! Nézd? Látom. Akkor lehet, hogy nyertem, srácok? Na jó. Biztos, hogy nyertél. Akkor menjünk tovább. Ne is szórakozunk. Ott lesz a 24-es. Ott is van. Jó, de van-e 31-es? Nincs 31-es. 17-es, jó, na srácok, akkor ez egy nyerő videó. És már legalább 1000 forint. Fordíts csak meg a hátulját, nem gyakran akartunk, miket lehet nyerni.
800. Egy ezrest is igazából... 800-at? Ez hogy lehet? Hát akkor, hát ugye ez most 800 ér összesen. Legyen mondjuk 3000 alatta, vagy 5000, az nagyon király lenne. Na jó, nézzük, ne csigázzuk, ne húzzuk tovább az idegeiteket. Most egyik az 300-on, elsírom magam. Jó, 500. De nagy már az, jó, ez. De ez mindig ugyanúgy van, ja. Szerintem 800-at nem is lehet nyerni, hiba. Hiba van a sors egyben. Jó, följelentjük a szerencsejáték. F-jelenti a... Fok! Az 1000 forint megnyerés. Úgyhogy ez a nyerős túlcba megy. Oh, a nyerős túlc! Mekkora nyerős túlc! Ahol most már bővült a szám, a létszám egyel. 100%-án jött a... Ahogy megértem nektek, a 20-as hoppá után az 50-as hoppá jön. Uramisten! Hát ilyen nincs is szabad. És amit mindig mondok, nekem ezek a csillogós cuccok a gyengéim. És aztán van már bónuszjáték, úgyhogy én a bónuszjátékkal fogok kezdeni. 3 egyforma szimbólumot kell találni, és 2000 forintot nyerünk. Ez gyerekjáték, nem gondoljátok? Na, az első egy repülő. Van. És el is buktuk. Ó, a másik oldalról kellett volna jönnöm, tehát ez nem nyert. Aranyú. Na de, ez a meta, ez a játék meta, ez bejött. Tehát hogy csináltam, lekapartam egyet itt, meg egyet itt, ugye? Azt hiszem. Bevallom őszintén, máshol jártam egy kicsit. De nem szabad ilyen. De, én vettem észre a 224-es tesneci. 15-ös. És akkor 46-os. Az ott nem is 49-ös, hanem. 24. Arrják 24-es. 33. Na jó. Akkor itt más lesz a trükk. Most megyek egyet innen alulról. 32. Ennyi számból egyszerűen nincs, hogy ne egyezzen meg. 31. Ha 1. 41. 42. Én most csak azt figyelem, hogy volt-e 14. már belőle még. 14. Jó. Lehúzunk egyet itt fent. A 28-est. A 28-est, ha visszaköltem, nincsen, de nem baj, mert lehet, hogy itt lesz. 40-esekben már jó sok ki van lőve. 22, 20, 17, 37. Vagy lesz 39-es? Jó, menjünk egyet most fent. 18-as, 16-os, 47-es. Abban nem volt már? 22. Jaj, 30. Jó, jöjjön még egy. Meg vagyok zeveredve egy kicsit, srácok. Jöjjön még egy nyerőszám. A 35-ös, nincs, nem látok. De még lehet, hogy itt van egy. Nem volt itt. Vagy itt van? 11. A 11, ez mennyire megszokott szám. Ez pedig a 19-es van, de még van két srácok. Két srácok. Két srácok. Két srácok. Két számom. Jó, srácok. 43-as. És az utolsó pedig a 27-es. 43-as. A 27 az jó. A 27 az jó. És lekaparom mondjuk ezt. Tesó, a 27. Dr. Vittorio Alessi, mit mondott egészen idáig? Tesó! Újra rendel, Vittorio Alessi. És a 26-os? Az nincs, van. 16 tuti van. Nincsen. Na nézzük hát a 27-es. Hát de hogy mondtam már? Postán kellett volna venni az összes sors egyet. Na. Legyen már több, mint egy ezres. Én nagyon-nagyon örülnék neki. Tehát akár ez 50 millió forintot is jelenthet. Ne szarj. Na akkor nézzük az... Ne, a 27-es, légy. Nézzük az összeget. Az nem az. Nem, hogyha nagyon nagyot nyerünk, kire? Akkor... Na, pegyma. Pitty maradt. Jó. Ez valamennyi ezer. Ez akár... 20 ezer. Igen, nagyon tetszene. 4000! Ez a veszély, srácok! Tehát a kombináció, miszerint a 20-as hoppát, az 50-es hoppát kaparátok, működik. Nyertünk, nem is kevés pénz. És csak egy ezres sem maradt le a csatorna eddig legnagyobb eredményétől. Mennyi ez? 5000? Hát már meg... Összesen 9000 akármennyi volt, és még vissza van egy csomó sorsrágy. Jaj, de örülök! Tele vagyok kaparékokkal. Én is örülök. Na, menjünk tovább. Na. És ne bohóckodjunk annyit, vagy de. Komolyodjunk meg. Lájkoljátok, hogyha bohóckodjunk. Micsoda számítás. Keressük a kaparó felület alatt a pénzérme szimbólumot, és akkor nyerünk egy ezrest. Keressed megfele. Ez mi? Ez egy kis bárány. Nem bárány. Egy rabló. Egy kassa. Ez amelyik elvitte. Egy bank. Ez nem is az a parlány. Tárca. Igazából mindegyikben lehet pénz, még a rablóban is, ha lenyelik, vagy a zsebében van. Na jó. Segélyben is lehet. Menjünk az ön számaira. 18, hoppá, nem szabadott menni. Az 20-as,
A 10. Na, de mi van itt fent? Súlyutasára van ott fent. Így van. Jó, tehát ez a játék, ez... ez a játék, ez nem... ezt nem tudom, ki kell vágni. Dehogy kell. Na, nyugi. Tehát jöjjön a nyeremény összeg. A nyeremény összeg itt 10.000 forint. Nagyon sok vért vesztettem a srácok egyébként, az a poén. Nem mondom el, hogy hogyan. Rengeteg vért vesztettem. Ha három azonos szimbólumot talán nyert, tehát nem kell az, hogy egy csíkban vagy stb. Átlóban. Nem. Össze-vissza is lehetett. Bárhogyan. Egy drága kő. A drága kő, egy gyűrű. És drága kő van alatt. Egy serleg. Hogy hívják ezt? Kupa. Egy szép. Hopp, még egy drága kő, szóval még egy drága kővel már nyerhetünk 10.000 forintot. Még egy szép felé is nyerhetünk 10.000 forintot. Még egy koronával is nyerhetünk 10.000 forintot. A kupával sajnos nem nyerünk 10.000 forintot. Mindjárt kupán vágom ezt a sorsaját. Én nekem ott volt két aranyrúda annak idején, nyertem 10.000-et vele. Vettem a havromnak, vagy hopp, itt az aranyrúd, itt van az aranyrúd. Vettem a havromnak egy csomó sorsaját, emlékszem, rengeteget. Nem nyert sajnos. Valami ajándékként, és akkor egyet vettem magamnak, nyertem vele 10.000-et, az ő meg egy darabot nem nyert, emlékszem. Tehát az utolsó játékunk maradt, három azonos összeget kell keresni. Azt hiszem, hogy itt csak 5 darab... 6 van? Nem, csak 6. Nem 6 van. Ja, hopsz. Na jó. 5000. No. Akkor ez itt Bukovics. Bukovics Ernő, az az Ernő. Tehát maradt a kedvenc sorsegyem. Amiről még nem tudjuk, hogy nyerte vagy sem. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek ezzel a kapros nyerni fogok, vagy sem. Ez biztos egy pluszos videó lesz, videó részlet lesz, az tuti, hiszen hoppá, nyertünk egy csomó. Na jó, tehát... Let me see, Szabi, a kedvenc sors, hogy csak nem a cserven. Lekaparok itt egy Joker fejet. A Joker játék. Egy Joker fejet lekaparok. Joker. Nem sikerült. A bookszal. Joker. Lehet, hogy ez, nem, egy... ez a lottó lány. Lehet, hogy ez egy jelzés, hogy a bukszával vagy nyerni fogok. A következő videóban fog csak kiderülni. Jó van, na menjünk tovább a játékra. 34, 35, 38, 39, 54. 39! Nagyon sok 30-as van, én ilyet még nem láttam. Ha ilyet kapnék izével, én nagyon sokat... gépi sorsolásba kérnék egy lottót, biztos, hogy szívesen. Én elég sok lottólázat szoktam hobbi szinten kaparni, és ilyen még nem volt erre példa. Ilyenre még nem volt példa. Akármilyen 30-assal kezdődik, az nyert. Na jó, 39-54-jel már nyerünk, de nem nyertünk. Nem. 8, 40, nem. Olyaj, ez a sor már nem nyert. Olyaj. Vajon itt lesz az 54-es? Tehát még nem voltak ilyen jó érzésűek, és nem tették oda. A jó érzésű mindenüket. Itt már csak két darab 30-as ment meg minket, de ez egy rossz 30-as. A csúdimúdiba. 5-ös játék, 3, 11, 39, az 54-essel már nyerünk is, de nem nyertünk. Utolsó esély a nyerésre, 89. 82? 79. Szeretnék egy 30-ast, nem, ez nem működött. Tehát most ez a sorsegy, ez a lotó, ez nem nyert. Jó volt. Ez szerintem régóta nem volt már ekkora nyerésem. 3000-et nyert, vagy de a kaszinóval nemrég nyertem 4000-et. De hoppával már nagyon rég játszottam, és nyertem. Két hoppából 2-t nyertem. Milyen sorsaiak maradtak vissza, Szabi, a következő tehát, részre? Aki a következő részre volt kíváncsi, és ezeket már se nézte. Igen. Tehát arra volt kíváncsi, hogy ezek közül lekaparom-e valamelyiket, nem kapartam le, tehát nem maradt a semmiről. A következő részből fog ez mind kiderülni. 2000. 3000, 4000, 5000 forint van még hátra a minden sorsegyből kérek egyet szériából, és én már nagyon izgulok. Én is izgulok, úgyhogy találkozunk legközelebb. Találkozunk legközelebb. Instagram, cső!